Ferencváros együttese gyakorlatilag már bajnok, matematikailag azonban még nem, és ehhez a Kisvárda ellen most már tudjuk a Paks vereségének köszönhetően a döntetlen is elegendő lehet. Van bőven motivációs tényező még a Ferencváros számára a bajnokság hátralévő találkozóin, de ezen a mostanin elsősorban az, hogy bebiztosítsák a bajnoki címet. Azonban itt az első helyzet, és Navratil hagyja ki, Dibusz véd, de még mindig ott a labda. Hátra kerül Ilievszkitől, és aztán Nikolov csúnyán fölé lövi. Csivics. Marquinhos. Egy az egyben be is fűzi Stefán, már a 16-oson belül, és éles szögből el is lőtte. Megvan az első ferencvárosi lehetőség. Kovács védett nagyot. Már azért onnan kapusiba lett volna, ha gólt kap. Marquinhos teszi még középre, ott a fejes, Kovács! A másik Mesanovic, ki ezúttal csereként vethető majd be a találkozón, ha Peckó Tamás úgy gondolja. Összesen 6 gólt lőtt a Kisvárda eddig a Ferencvárosnak. Marquinhos viszont lőhet, Kovács óriási védése! Makreckis újra. Abufani. Makreckis. Már négyen várják középen, megpattan Navratilon, Kovács újabb nagy védése. És aztán Lončár erről sikerült kirúgni szögletre a labdát. Zakariasen előtt adódott a lehetőség. Szerencsével pattant oda Navratiltól. Kovács harmadik nagy védése, jön a szöglet, és ezt is védi Kovács. Csivics. Marquinhos. Hol teszi tovább? Varga gyönyörű csellel, Varga helyzetben, Varga még mindig, és fölé lövi. Kápráj még figyelmeztet középen, addig nem lehet elvégezni a szabadrugást. De most már minden rendben. 45. perc, Csivics ezúttal. Az veszélyes, kapufa! Kovács mit védett megint? És aztán a passza elakadt Kamályban. Szélen engedi. Maiga. Abufani. Abufani ellövi. Kovács. Makreckis. Szép csel Kamály mellett. Aztán érkezik Nikolov. Makreckis még mindig jól teszi tovább. Kodró készíti le. Megpattan. És ezt sem tudja becsapni. Ötvös. Ötvös egy csel után, megpattan a lövés, Dibusz. Tudja, a saját gól csúcsától is csak egy találatra van a Ferencváros. Kodró csúsztat. Kodró. Szép a labda átvétel. Jól is teszi tovább, Marquinhos. Ez is jó labda, Varga helyzetben, Varga, és ezt is védi Kovács. Marquinhos indult be, Kodró. Érkezik Traoré, Abufani, Varga. Szépen gurigáznak a zöld-fehérek, csak egyelőre nincs lövőhelyzet. Marquinhos fejjel, Traoré, ez pedig fölé megy. És itt a vége a mérkőzésnek. 0-0-ás döntetlent játszott a Ferencváros hazai pályán a Kisvárdával, de ez a 0-0-ás döntetlen is elég arra Dejan Stankovics együttesének, hogy matematikailag bebiztosítsa az elsőségét.